Ezt a felvételt egy vallomással szeretném kezdeni, és pedig azzal, hogy amikor én olyat hallottam korábban, hogy Isten dicsőítés, hogy dicsőítsük Istent, ez a kijelentés számomra annyira visszás volt, annyira visszatetsző volt. Tehát, hogy éreztem azt, hogy itt valami nem stimmel ebben az Isten dicsőítése, mert arra gondoltam, hogy az az Isten, akit úgy dicsőítenek, ahogy én azt látom kívülről, az egy valóság, egy nem Isten, nem egy valóságos Isten, hanem egy emberi Isten kép. Ő a legegósabb legegósabb létező, akit én el tudnék képzelni. Tehát azt várja, hogy én dicsőítsem őt. Mint hogyha egy ilyen egós indiai guru volna, aki folyton azt akarná, hogy valaki őt dicsérje, és folyton szépeket beszéljen róla. Az igazat megvalva, nagyon sok olyan példát láttam, rossz példát láttam Isten dicsőítésre, ami tényleg ezt a rossz érzést váltotta ki belőlem, hogy az az Isten, akit ők imádnak, egy ilyen egós létező, tehát nekem nincsen közösségem, nem is akarom, hogy legyen közösségem vele. Sokáig nem tudtam megérteni, hogy mi az, hogy Isten dicsőítés, hogy hogyan lehet dicsőíteni Istent, vagy hogy ennek mi az értelme egyáltalán, hogy Isten dicsőíteni. És persze ez annak köszönhető volt elsősorban, hogy én azt hittem, hogy nekem akkora agyam van, hogy abban az egész világ elfér, még Isten is. Tehát én Istent be akartam toloncolni az én agyamnak a börtönébe. Én be voltam zárkózva ebbe börtönbe, egyébként is, ugye? Mert mindent csak aggyal akartam felfogni. És elvártam Istentől azt, hogy ő is bejön abba a börtönbe, és azt cselekedje, amit én mondok, amit én elképzelek. Persze, hát ő dicsőséges, és most neki fogok Isten dicsőíteni. Akarva akaratlanul, mert nem tudom nem dicsőíteni őt. Annyira dicsőséges ő, hogy ő látta az én erőtlenségemet, az, hogy be vagyok zárva az elmém börtönébe. És annak ellenére, hogy megtagadtam én őt az elmémmel, ő azt mondta, hogy te az én gyermekem vagy, és megszabadítalak, hogy meglásd, hogy mi van az elméd börtönén kívül. És miután a Krisztus Jézusban, Isten kegyelméből felismerhettem a Teremtő Istennek a tökéletes kijelentését, szerelembe estem vele, szó szerint. Jöttek a kijelentések, a megértések, mint a lavina. Korábban akartam a kijelentéseket, a megértéseket, de nem jöttek annyira intenzíven. Most már nem akartam, de úgy jöttek, hogy nem tudtam megállítani őket. Amit megbírtam, annyit adott mindig az Úristen. És arra vonatkozóan is nyilván, hogy mi az, hogy Isten dicsőítés. Istennek a dicsőítése, Istennek a megdicsőülése a mostani értésem szerint, és most már alázattal mondom, hogy én semmiképp nem szeretném Istent bezárni megint az elmémbe, de Istennek a dicsőítését abban látom, abban láttatta meg velem, akiről most én beszélek, hogy Isten, amikor megdicsőül, akkor megmutatkozik. A mi szabadulásunk kedvéért mutatkozik meg. Megkívántatja magát velünk. Úgymond magához csalogat, magához hív bennünket. Azáltal, hogy megmutatja magát nekünk. Azáltal, hogy ő megdicsőül. A mennyek országát azt úgy lehet kifejezni, hogy a teljes dicsőség, a tökéletesség, amiben nincsen hiány egyáltalán. Teljes dicsőség, ragyog minden. Aki mostanig látta Isten országát, én is láttam valamilyen mértékig.
nem vizuálisan, másképp láttam. A lelki szemeimmel láttam. Van, aki vizuálisan látja. És azt mondja, hogy ő látja, látta Isten teljes dicsőségét. És úgy tudta ezt elmondani, hogy könnyek között, sírva, könnyezve. Mert az a dicsőség az akkora, hogy ki sem lehet fejezni emberi szavakkal. És amikor én megpróbálom emberi szavakkal kifejezni az ő dicsőségét, nem azért teszem, mert én ezzel tartozom Istennek, hogy nekem ez a kötelessége, hanem azért teszem, mert kicsordul Isten megtölt az ő jelenlétével engemet. Túl árad a folyó, túl csordul a pohár. Nem tudom magamban tartani. Muszáj elmondjam. Ezt is most muszáj elmondjam, ami velünk tegnap történt. Az ő dicsőségére, azért, hogy ő megmutatkozzék, vaj, ha valaki megkívánná az ő közelségét, az ő barátságát, az ő oltalmazó szeretetét. Gyarló emberi szavakkal tudom csak ezt én most megközelíteni, és lassan többes számba fogok beszélni, elsősorban azért, mert tudom, hogy itt van, érzem, hogy itt van velünk az ő lelke, az ő tisztasága, és hamarosan be fogom avatni a kedves utitársaimat is ebbe a beszélgetésbe, hogy általuk is megmutatkozzék, megdicsőjön Istennek a szentsége, Istennek a megváltó szentsége, Istennek a szabadító szentsége, Istennek a gyógyító szentsége, ereje. Ennek a felvételnek a címe az, hogy a bemerítkezésem bizonsága, története. Én nem terveztem ilyent, megmondom őszintén. Miért? Én nem akartam sosem bemerítkezni még egyszer. Egyszer engemet bemerítettek gyermekkoromban, nem akartam azt sem, mégis megkaptam. És láttam, hogy bizonyos személyek bemerítkeznek vízbe. És Isten kegyelméből hangsúlyozom, megértettem azt, amit itt a kedves barátom az Efézusi levélből megmutatott. Hogy a bemerítkezés, amiről Jézus beszél, elsősorban, mindenek előtt, mindenek fölött, azt jelenti, hogy bemerítkezünk a vízbe, ami nem más, megvan ez Efézus? Megvan. Ami nem más, mint a Istennek a kijelentett bölcsessége, a Krisztus által kijelentett bölcsessége, a proféták által kijelentett bölcsessége, Jézus Krisztus által kijelentett bölcsessége, ez a víz. Ebben muszáj bemerítkezzek. És be kell merítkezzek a lélekbe, az ő élő valóságába, a Krisztus élő valóságába, amely a holt testét feltámasztotta. Ez a kétfajta újjászületés van Jézus által. Lélek és víz által. Tehát nekem teljes meggyőződésem volt, hogy a víz Istennek a beszéde. Az írott szavak is. Jézus beszéde. És a lélek az ő láthatatlan, de mégis érzékelhető jelenléte. Ez a kettő. És mivel, hogy nagyon sok visszás dolgot láttam a bemerítkezés kapcsán, szinte megundorodtam tőle, és nem akartam, abszolút nem kívántam. Akkor most megkérem Levikét, hogy mondja el, hogy a Pál szerint a bemerítkezés. Az Efézusi levélben. Efézus az 5. fejezet. Férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan a Krisztus szerette a gyülekezetet. Odaadta érte a saját életét, hogy felkészítse és megtisztítsa az övéit az Isten élő beszéde által, hasonlóan ahhoz, ahogy valaki megfürdik a vízben, hogy tiszta legyen. Krisztus azért halt meg, hogy a gyülekezetet felkészítse a maga számára, mint dicsőséges, szent és tökéletes szépségű menyasszonyát. Tehát a bemerítkezés Isten beszédébe, az a víz, ugye, az ő beszéde. Élő vizek buzgó forrása lesz ti bennetek, amennyiben bemerítkeztek Isten beszédébe.
élő vizek, puzgó forrás lesz mi bennünk. Ezt mondja Jézus. Mindazonáltal látjuk azt, hogy Jézus hát még azzal is úgymond lezárt az Ószövetséget, hogy ő betöltött mindent. Ugye volt a bar micva, volt a körülmetélkedés, és ő annak az ószövetségi szokásnak is eleget tett, hogy bemerítkezett vízbe. A bűnök bocsánatára, holott neki nem volt bűne, de mégis bemerítkezett, hogy ugye új ember, ő megmutatta jelképesen is, hogy ő új ember. Hogy mi is ezt a döntést meghozzuk, hogy a régek elmúltak, újjá lett minden, jelképesen, szimbolikusan. Én mostanig, megmondom őszintén, úgy voltam a bemerítkezéssel, hogy nem is kerestem az alkalmat, nem is ellenkeztem. Mostanig nem is igazán jött az alkalom. Viszont az történt, hogy Istennek a lelke, a szél továbbra is fú, ahová akar. Annak zúgását halljuk, de nem tudjuk, hogy merre jön és merre megy. Így van mindenki, aki lélektől született, azt mondja Jézus. Erdélyben voltunk, Erdély országban, Székelyföldön, ahol születtem, meglátogatott egy kedves magyarországi barátom. És nálunk volt néhány napon keresztül, és nap mint nap bemerítkeztünk Istennek a beszédébe. Hagytuk, hogy tisztítson bennünket. Mossa le a múltat rólunk, a múltnak a nyomait, a múlt fertőzéseit. Tehát nap mint nap bemerítkeztünk, és a lélek úgy indított bennünket, hogy induljunk el Magyarország fele, Budapest fele. És amikor a lélek szólt nekünk, hogy jöjjünk Magyarországra, Budapestre, kb. 2 órán belül talán el is indultunk. Tehát nem azt csináltuk, hogy megterveztük, hogy akkor holnap délben 12 óra 10 perckor elindulunk Budapest fele, hanem összekaptuk magunkat, bepakoltuk az elemi dolgokat a csomagtartóba, és elindultunk Budapest fele. És azóta tapasztaljuk azt, hogy a szél fú, ahová akar, annak zúgását halljuk, de még nem tudjuk, hogy merre fú, és merre visz bennünket. De már nem is akarjuk tudni. A lélek jelzi, hogy merre menjünk. Ad ilyen indításokat, fuallatokat, hátsó löketet. Még annyi érdekesség ehhez az egészhez, hogy kedves hallgatóknak, hogy azt a 2 órát is nem azzal töltöttük, hogy filóztunk, hogy na, akkor elmenjünk-e, vagy nem, hanem azt így pakolással töltöttük. Mert abban a másodpercben ugye, hogy ez jött, az el is lett határozva, tehát tudtuk, hogy onnantól elindulunk. Tehát csak bepakoltunk 2 órán keresztül, ami kellett, ami szükséges volt, és elindultunk, ugye. Ez egy kis zuhanyzás, meg ilyen, na, készünk fel. Igen. Nem azzal töltöttük. Fizikai megtisztulás, igen. Filozofáltunk, hogy elmenjünk-e, vagy nem. Igen. Engedtünk a léleknek, az ő indítatásának. Egy olyan belső tüzet éreztünk, úgy érzem, de ez olyan úgy kezdődött, hogy azelőtt való nap beszélgettünk Gábornak a családi dolgairól, az úrnak és a feleségével való dolgairól, és azt az igét hozta fel a lélek, hogy jó lenne személyesen találkozzunk. És másnap reggel mentem hozzád, és neked is elmondta, és akkor még határozottabb lett ez az igerész, hogy tényleg kell találkozzunk. És ott már nem volt más választás. Tehát az ige által kaptunk egy erős indítatást. Igen. Ez csak azt fűzném hozzá röviden és tömören, hogy amit olvasunk a Bibliában, az most is érvényes.
Tehát ami Istentől van, és főképp, hogyha bizonytalanok vagyunk, megerősítetik két vagy három tanú által. Tehát korábban először Levike kapta ezt a sugallatot, hogy jó volna ezt a lépést megtegyük. Akkor nekem nem volt nagyon erre indítatásom. De viszont utána én is kaptam az egyértelmű jelzést, hogy igen, jó volna indulni. És elindultunk. Hát a Balaton környékén volt az első nagy találkozás, beszélgetés Isten jelenlétében. És csodálatos dolgokat éltünk meg Istennek a jelenlétében. Ahogy ő megnyilvánult, ahogy ő beszélt hozzánk, szerető atyaként megdorgált, megvigasztalt, felemelt, bátorított. Tehát fenséges dolgokat tapasztaltunk meg, és az történt, hogy eljött az óra, hogy tovább álljunk arról a helyről, ahol voltunk korábban. És eszembe jutott egy kedves ismerősöm Budapesten. Felhívtam őt, hogy jövünk hozzá Isten örömében. És ő azt mondta, hogy szívesen vagyunk látva, de csak estére ér vissza Budapestre. És akkor persze Gábor azt mondta, hát akkor kanyar balra, menjünk le a Balatonra, a tóhoz. Az érdekesség az, hogy most persze túlzással mondom ezt, én a világon szinte minden tengert láttam, a Balatont leszámítva. És lementünk a Balaton partjára Siófokon, és hát nem volt egy strandos idő, ez az igazság. Be volt borulva? Be volt borulva. Nem volt. Nagyon nem volt, igen. Be volt borulva a fekete fellegek az égen. És hát nem mondom azt, hogy vihar volt, mert az hazugság. De azt sem mondom, hogy szél volt, mert az is hazugság. Tehát valahol a kettő között. Valahol a kettő között, igen. Vihar és szél között. És kaptam egy ilyen sugallatot, hogy hát itt a Balaton, itt van a víz. Imhol a víz. Be lehet merítkezni. De persze jött a világ. Világura, ugye az ördög, a test megszólalt. Jött a filozófiával. Nem alkalmas az idő. Hideg van. Fúj a szél. Kabátot viselünk. Kabátot, igen, kabátban voltunk, igen. Ugye, hogy a szél ne fújjon át rajta. Amit még én gondoltam, hogy hát, hogyha azért sütne a nap, akkor már belimennék. Így sem volt olyan hideg, de azért kicsit jobb idő kellene, na legyen, na. Igen. Tehát jó. Mi elmagyaráztuk Istennek, hogy szinte jó az ő elgondolása, de mi azért egy picivel jobban látjuk, mint ő. Jó. Na, és akkor, hogy én is elmagyaráztam neki, Istenem, hát igen, tényleg be lehetett volna merítkezni valójában, tényleg, de Istenem, látotta is, hogy milyen szél van, közel ugye vihar, fekete fellegek, és a Balatonvize is milyen hideg lehet. És úgy elgondoltam, hogy az itt mégis tehát miért muszáj minden ideális legyen? Az én elgondolásom szerint. Hogyha érezzük a lelkünkbe azt, hogy már az ideális, ha érezzük a lélek általi indítatást, a löketet, az, hogy most az alkalmas, tehát a lélek tudja, hogy alkalmas, viszont a test az jön a kifogásaival. Mert hogyha elkészítünk egy finom ételt, jaj, hát ez majdnem jó, igaz, hogy már túl tökéletes az is, de még egy kicsi paprika, egy kicsi avokádó, ez örökké lehetne, a test az örökké tud kifogásokat csinálni. Így van, és most is hozta a formáját a test, tehát abszolút hűséges volt önmagához, már úgy meg is győzött engemet arról, hogy hát ez butaság ilyenre gondolni, hát még Istenből is úgymond bohózot csinálok ezáltal, hogy ezen gondolkodok. És ahogy ezt így már letudtam így magamban, akkor jött a kijelentés Levike által, hogy hát itt az ideális alka, nehéz, hogy be lehet merítkezni. De ezt ő viccből mondta. Viccből. Tehát én úgy voltam, hogy a lélek kimondotta, de a testem az már tényleg... Neked is kontrázott. Tehát én inkább
Én erőt adtam neked, azzal, hogy én kimondtam szavakkal, de én persze nem mentem bele. Igen, viccnek tűnt, mert mondta Attila, hogy na, akkor gyere be, mert itt tesz, és ott voltál a kabátba, ugye, és ahogy én is melletted. Jó, hát én nem megyek bele most. Hát a lényeg az, hogy amikor Levik ezt úgy kimondta, amit a Lilek a szívére helyezett, akkor, tehát nem a széltől fáztam, hanem a vér meghűlt bennem, hogy én épp ezt forgattam az elmémben. Mondom, hú. Aztán ugye nagy bátran, hatalmas testi bátorsággal eljutottam arra a pontra, hogy na hát akkor én megyek úszni. És erre azt mondja Gábor, hogy érdekes módon, én nem tudom, hogy honnan, de pont volt nálam 3 darab úszógatya. És én erre azt mondtam egyébként, amikor te mondtad, hogy mész úszni. Hát én meg is kérdeztél engem, hogy akarnék-e úszni? Én is azt hittem, hogy félig viccesen kérdezel. Megmondtam, hogy nem akarok, mert hideg van. De az történt, hogy hát ugye találtunk 3 fürdőgatyát. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy honnan került oda, de hoztam magam a 3 fürdőgatyát. Nem volt a táskámban. És hát akkor onnantól... Hát igen, ez már több volt számomra jelni, ez már, tehát már tényleg már nem várhatom el azt, hogy Isten nekem fentről kiáltson ilyen harsány hangon, mert akkor biztos túlságosan hamar megtelne a fürdőgatya, és nem vízzel, hanem valami mással. Igen. Hát akkor mondom, hogy gatyába rázom magamat, fürdőgatyába. Meg is történt. És hát hatalmas ugye testi bátorsággal beindultam a Balatonba, jelten belőször. A víz a hargitai székelyföldi vizekhez képest, hogy mondjam, szinte szauna volt, ugye? Amilyen vizeink vannak nekünk, ugye Székelyföldön, hideg, hegyi vizek. Ahhoz képest a Balaton vize tényleg langyos volt, ilyen abszolút érezhető volt. Így hát úsztam benne, és éreztem, hogy abszolút nem fázok. És akkor kiáltottam a part felé, hogy Levike, imhol a víz, bemerítesz. És akkor Levikének nem volt meggyőző, teljesen meggyőző az én kérésem. Azt hitte, hogy viccelek szerinte. Igen. Azt hitte, hogy viccelek, közben vicc Attila volt. Az az érdekes, hogy vége. Ennek ellenére Gábor, ő nem is gondolkozott, hogy bemenjen, mert ő egy csomószor már megfürödött, ismertetett, neki ez nem volt kihívás, ő nem is volt kérdés, hogy menjen-e be. És Levike nem ment be, és én se, és valahogy a lélek vitte őt bele, hogy na hát akkor mégis ott a helyen, úgy még ő se tudott róla, de ment be a vízbe. Igen, egyszer látom, hogy Gábor is nagy bátran, hatalmas, nagy gulya léptekkel. Szinte magas térdemeléssel tapossa a Balatont, jön be, és beledobta magát. Beúszott. És mondom, tehát kis még lubickoltam, én is barátkoztam a vízzel, a vala hirtelen megsietetett nyári feelinggel. És mondom, Gábor, én nem voltam még sosem így bemerítve vízbe, és én szeretem Istent. Hát én, nekem főképp most, hogy ennyi jelzést kaptam erre, hát én miért ne tenném meg, nem másért teszem meg, nem embereké teszem meg, mert valaki engem tuszkolt, menjél be a Balatonba! Legyél már bemerítve te is! Hát nem volt semmilyen, abszolút, hanem a lélek hívott. Te annyira mókásan, annyira szeretetteljesen, mókásan, viccesen, hatalmas humorérzékkel küldte az Úristen a jeleket számunkra, hogy hát imhol a víz. És nem fog megfertőzni ez a hideg víz. Nem hűltünk meg egyáltalán. És tényleg jött egy ilyen szívből fakadó, ilyen őszinte derűs ima, tényleg ilyen derűs arccal. Szívből nem tudnám ismételni, az biztos. Gábor elkapott, mint ahogy elkapta volna Góliát, Dávidot, hogyha Dávid azt engedte volna. Igen, és bemerített a Krisztus Jézus nevére. Hatalmas öröm töltötte el bennünket. Olyan öröm, amit nem lehet szavakba. Tehát én bármennyire is próbálnám, ha legékesebb szavakkal szólnék rímekben, és a hangom elváltozna, több oktávot így bejárna, akkor sem tudnám elmondani azt az örömöt, amit akkor éreztem, amikor ez a
szerető édesatyánk hívására történő bemerítkezés megtörtént. Én néztem kívülről a partról, hogy ugye hullámzik a Balaton, meg sűrű felhők vannak. Hát világosság volt, de egyáltalán nem látszott a nap. S alig telt el pár másodperc, ahogy Attila bemerítkezett, és lett egy pici lyuk, úgy kétszer akkora, mint a nap, amekkorának látszott, és kisütött a nap, de hét ágra, nyár lett. Akkor én is megmeredtem ott a part szélén, hogy tessék nektek még, mit akartok, itt van jel. És egy olyan egészen, hát nem tartott 6 percnél tovább. Igen. Visszaállt, egész nap ugyanolyan maradt, míg az eső is elere. Azelőtt is órákon keresztül csak be volt borulva, azután is talán fel se jött többet, ki se sütött a nap, felhők mindent akarták, de hogy megtörtént ez a bemerítkezés, egy Isten megmosolyogtatta a cselekedeteinket az ő dicsőségére, és ő bizonyságot tett amellett, hogy felragyogott a nap ránk. Ilyen a szerető édesatya. Igen, tehát most akkor tényleg dicsőjük Istent. Örömmel, mint gyermekek elmondjuk, hogy olyan okosak voltunk régebb, és olyan jó gyermek lenni Isten kegyelmében. Hagyjad, én gondolkodok helyetted, ne erőködj! Annyit erőködtél most, amikor a hajad elhullott. Mit szólsz te ehhez? Akkora agyad van, hogy lassan már nem fér a fejed, igen, a koponyádban. Még meddig erőködsz? Hát nem én vagyok a te gondviselőd? És most is megmutatta, hogy igen, ő a mi gondviselünk. Felemelő érzés. Hát ugye, ha jól számolom, akkor 40 évesen gyermeknek lenni. Ennél szebb érzést a Földön nem igazán tapasztaltam én mostanik. Ugye van egy olyan, hogy a Rottweilernek, mintha nem tudom hány év után elkezd nőni az agya, nem fér a koponyájába, és szétrágja a gazdáját. Itt is az embernek is addig nő az agya, intelligencia, lexikális tudás szinten, hogy teljesen megtagadja, már nem is tudja befogadni Isten. Tehát, mint az előző példa, teljesen nyilvánvaló ez is, hogy így történik. Igen, tehát olyan szép magyar nyelvünk van, leleplezi a sötétséget a magyar nyelv. Azt mondja, hogy van egy gondviselünk, hát akkor még meddig gondolkodsz? A szó legrosszabb ért, még meddig erőködsz, még meddig matekozol? Analízis, algebra, trigonometria, mértan, fizika, kémia, minden, kivéve Istent. Miszticizmus, keleti misztika, nyugati misztika, pszichológia, teológia, ilyen tan, olyan tan, embertan, bonctan. Hihetetlen, hogy mennyit erőködtünk fölöslegesen. Hát nem csoda, hogy öregszünk. Nem csoda, hogy öregszünk ilyen rohamos tempóban. Meg sem tudnánk halni. Ha ebbe az állapotba születtünk, ha nem volna igaz az, hogy bűnbe születtünk bele, tudatlanságba, sötétségbe születtünk bele, hogyha ez nem volna igaz, meg sem tudnánk halni. Nem volna ahogy, mert nem erőködnénk. Madarak azt mondják, hogy így van. Közben itt hátulról ők is azt mondják, így van. Miért erőköd? A két világ, hogy nem vennénk, a két világ annyira egybefolyna itt lent a földön, az anyagi, meg fent a mennyei, hogy nem is vennénk észre, hogy hol az áttérés abba az állapotba. Amint a mennyben, úgy a földön is. Amint a mennyben, úgy a földön is. Igen, nem vennénk észre azt a drasztikus, azt a rossz dolgot, hogy jó, egyszer mindenki meghals, jön a halál, nem tűnne fel ez a különbség. Így értem én, nekem így jelentik Isten ezt, hogy nem tudunk meghalni. Nem akarom a tudományt venni, hogy na akkor most biztos azt jelenti, hogy 800 évig élek, mint Matuzsáleh vagy valami. Nem ilyenre vágyik az ember, hanem a különbséget nem fogjuk észrevenni, mert ugyanaz lesz. Isten alig várja, hogy a menny ránk szakadjon, csak mi a sok tudás tartó pillérünkkel távol tartsuk azt. És ahogy a pillérek
szétszakadnak, ahogy Sámson, adj még uram egyszer erőt! Persze ezt nem tudjuk mi erőből, ez is Istennek a segítségével történhet meg. Ez csak egy ilyen kép lett a szemeim előtt hirtelen, hogy Éva mondta Tóld Évi, hogy a menny szakadjon rátok. Hát ő ránk szakadna szívesen, csak mi nem hagyjuk a sok magaslatainkkal, a szellemi magaslatainkkal, a tudás magaslatainkkal távol tartsuk a mennyek országának az eljövetelét. Apropó Sámson, Sámsonnak be volt fedve a feje Istennel, ugye azért volt ereje, amikor levágták ugye a haját, nem volt már befedve a feje Istennel, akkor már nem volt ereje. Tehát így kis szimbolikus ez is, de nagy lelki igazságokra mutat rá, azt gondolom. Még a történetből is leordít, hogy adj még egyszer erőt, hogy levágott hajjal is még egyszer kapott erőt. Tehát már ott hídből is, nem a törvény. Tehát már ott a történetben is megmutatkozott, hogy neki semmi köze nem volt a hajának az erejéhez. Igen. Mindenki ott el is csodálkozott, hogy de hát azt mondtad, hogy akkor nem lesz erőd, és már ott mutatja, amibe ugye bele lehet megint menni, hogy jaj, akkor a hajába szó szerint venni, tehát teljesen nem szó szerint értették. Ez a felvétel egyébként, elmondom, hogy a Valacilla készült, hogy dicsőítsük a Istennek a jó kedvét. Azt mondja Jézus, hogy menjél be atyád örömébe, ide hív bennünket, hogy menjünk be a teremtőnk örömébe. Miért olyan, mi akadályoz minket, hogy mi ezt felfogjuk, hogy a tökéletesség, a dicsőség, örök dicsőség örömébe hív bennünket az Úristen. Ez egy bizonyosság arról, hogy az Úristen tényleg az ő örömébe szólít bennünket, nem az ő törvényeibe, amelyekkel szétzúz bennünket, hanem az ő örömébe, ahol gondunkat viseli, odaadja a királyszéket jelképesen, ugyanazt a királyszéket, amelyet Jézusnak, olvassuk a jelenések könyvében. De mi ellenkezünk. És arról is bizonságot szeretnénk volna tenni, hogy ugye az öröm az abból is fakad, hogy tényleg hát nevetve gyermekként szórakoztunk Istennek a humorérzékén, hogy hihetetlen. Tehát távol áll tőle tényleg Istentől, hogy komoly, mint a vakbégyuladás. Az igazság az, hogy komoly kell legyen bizonyos szituációkban. Mert ha az embernek a szíve be van keményedve, az elméje, akkor sajnos megtapasztalja az Úristennek a meglehetősen komoly arcát. Ez meg kell történjen sajnos. Én a part szélén úgy jártam, mint a negyedikes gyerek, aki saját akaratából visszamondta az osztálykirándulást, majd utólag megbánta. Nekem úgy történt, hogy amint Gábor mondta, hogy három fürdőgatyát talált, Levike egyértelmű volt, hogy most nem akar bemenni, tehát megvolt a gazdája annak a három fürdőgatyának. Aztán ők, ahogy kettő elkelt, be is mentek a Balatonba, és én szó szerint jött, hogy én is, nekem is ott a helyem, és addig kerestem a harmadik fürdőgatyát, a fürdőnadrágot, addig kerestem, hogy a végén lezajlott ez az egész, és még én mindig a fürdőgatyát kerestem, aztán a napfény, az Isten elterelte a figyelmemet a fürdőgatyáról is, és volt bennem egy olyan megbánó érzés, utólag viszont látom, hogyha Isten úgy akarja, lesz még esélyem, ad esélyt nekem is bemerítkezni, mert végre megértettem, hogy mit jelent, mert mostanig magát az eszközt utasítottam el, hogy mi az, hogy valaki ott a fürdőkádba, vagy akár egy tóvízibe belenyomkodnak. Én attól fogom meglátni Isten országát? Nem, attól nem fogom meglátni. Most értettem meg teljesen a lényegét, és azt is megértettem, hogy milyen döcögősön, ugyanakkor Isten kegyelméből mindig jól alakult minden, de nagyon döcögősön emiatt, hogy mit fogok pakolni a táskámba, mit vigyek magammal, vajon még mit felejtek itthon, vajon hol az a fürdőgatya? Rájöttem, hogy a fürdőgatya utólag egyáltalán nem számított volna, még az utólag így ezt az érzést, ezt a
felismerést tapasztalva, bementem volna mobiltelefonostól, bakancsostól utólag, nem érdekelt volna, hogy mi történik. És én holott azt a pici fürdőgagyácskát kerestem, és úgy érzem, hogy most már utólag nem bánom mind akkor ott az elkövetkező két órába, hogy fú, én is abban részt vettem volna, és nem kértem, tárcán fel volt kínálva, és azt mondtam, nem kérek. De ez kellett nekem, hogy megértsem azt, hogy az útra még mennyi mindent pakolok magammal. Annyit, hogy a végén ki se tudom egyenesíteni a térdjeimet, mert akkora a súly, amit az útra felpakoltam magamnak. Szó nélkül maradtam. Köztük, ahogy azt elmondtad, az tényleg. Látjátok, hogy Isten még az erőtlenségeinket is, hogyha azt mi őszintén megvalljuk, hogy belátjuk, hogy ja, hogy elbaltáztam, még abban is megmutatkozik ő. Az ő jókedve, az ő szeretete mindenben. Egy rövid történettel szeretném zárni ezt a felvételt, ezt a bizonságot. És pedig azzal, hogy hát ugye beérkeztünk a Balatonra, mint idegenek. Rosszul parkoltunk. Megérkeztünk Székelyföldről. Román rendszáma. Román rendszáma, román szokásokkal. És hát olyan helyen parkoltunk, hogy hát nem szabad oda parkolni, kicsit rámentünk a Pázsitra is egy helyen, de hát nem volt semmi akadály, végül is rámehettünk. És jön egy hölgy, megszólít bennünket németül. Tudtuk, hogy nem német, egy gyenge németséggel. És policáj, és keine paar kieren, és mit tudom, valamiket ilyeneket mondott nekünk. És úgy mutatta, hogy az büntetés, meg minden. És egymásra néztünk, hogy mit akart ő mondani. És akkor rájöttünk, Isten rávilágított arra, hogy ő azt akarta mondani, hogy neki szüksége van az evangéliumra. Csak más szavakat használt erre, de elnéztük ezt mindenki. Nem találta a szavakat. Nem találta a szavakat, és ezért ő németül próbált elmondani, és olyan szavakkal, mint policáj, meg becálen, meg ilyenek. Igen, és az most úgy néz ki, csak kicsit poénosan, hogy amikor belemensz valamibe, és mutatja, hogy majd ha a következő pályát és játékba végig akarod vinni, akkor töltsd le a próverziót. Tehát tényleg ez is Isten kegyelméből. Akár akkora vihar volt, hogy nem hallottam a saját hangomat, akkorra már jött ez az esős szél, és mégis Attila felvetette az egész beszélgetést, azt a 10-20 perces beszélgetést a nénivel, és teljesen tökéletesen hallatszik, megmaradt. Tehát ott a próverzió benne, ha valakit érdekel, meg tudja hallgatni amúgy. Oké. Tehát a lényeg az, hogy én most a lényeget elmondom, nem hiszem, hogy most megkérdeztem a teljes felvételt. Lényeg az, hogy Gábor azt mondja, hogy tehát akkor menjünk és mondjuk el neki. Tényleg oda mentünk, mint Beavis és Butthead, mint Moritz Kályék is. Nem tudtuk, hogy mit kezdünk. Hát mondom, nem kell elmondani, nem mondunk semmit. Nem kell elmondani. Oda jött még egy másik hölgy is. Ugye beszélgettek ott a halászatról, meg hogy fogtak, s nem fogtak, s kilós, hosszúság, szent is, ólom, s giliszta. Még poénosan még az Istent is káromolta úgy, hogy a fenébe, csak nem így mondta, nem Istennel, hogy a fenébe nem lett ez, vagy az, tehát ott tényleg jött, azonnal jött pedig sok órája, hát nem sok órája, de egy jó sok ideje ott egyedül állt az a nénikes, ott volt, ez is ott tetved, de pont oda jött, és egyenesen neki le akarja gyalulni onnan Istent, hogy ott ne legyen, tehát még káromlás is volt, és teljes mértékű figyelem elterelés olyankor, amikor nézed, hogy na itt kapod be a mattot, itt vége, te innet menjék, fel kell állj az asztaltól, tovább menj, mert eddig tartott, amit terveztél. Igen. Először ugye úgy volt a történet, hogy oda mentünk a nénihez. Nagy örömmel megköszöntük neki, hogy szólt arról, hogy mi lehet ennek a következménye, hogy itt mi leparkoltunk, ugye? És akkor tényleg nem volt bennünk semmi neztelés. És úgy érezte, úgy
úgy nem ezt várta a néni, nem ezt a reakciót várta. Kicsit úgy meg is szeppent, hogy oda mennek hozzá ezek a román rendszámos autóból kiszálló négy férfi, vagy három, és hát úgy, hogy körbeveszik őt, és akkor ott nekiállnak valamit mondani. Nem ezt várta, feltételezem, de tényleg egy nagyon nagy örömmel és kedvesen meg sikerült szólítanunk, hogy hát mi köszönjük, hogy ő szólt nekünk tulajdonképpen, hogy ez itt nem szabad parkolni, mi nem tudtuk, nem gondoltuk. És hát ugye az történt, hogy innen ment, jött ez a beszélgetés elő Isten dolgairól, és hát akkor, amikor ugye már szóba került az Isten, akkor azonnal jött az eltérítés. Igen, jött a támadás. Jött a támadás, így van. És előtt egy apró pici részlet, hogy figyeltem a kocsiból, hogy többször néz, meg odabólintottam, de nem fogadta, és látszott, hogy őt kifejezetten zavarja, hogy ott közel vagyunk az autóval hozzá, és ő ott halászna, és mit keresünk ott. És mögöttünk a behajtani tilos utcába volt ez, tehát még az utcába se hajthattunk volna be, pláne nem a fűre ráparkolni, és ott ment el 10-zel mögöttünk a rendőrautó. Tényleg? Igen, ott ment el egy kombi rendőrautó, és valahogy, mintha ők is érezték volna, hogy nem most kell megbüntetni. Majd megbüntetnek, hogyha rossz úton járunk akkor, de nem jöttek oda. És érződött a nénin ez, hogy igaza van, hogy büntetés jár azért, mert rosszul parkoltunk, de e felett ő még inkább szeretné, hogyha elhúznánk onnan. Tehát látszott ez az indulat, és ahogy beszélt hozzá Isten Attila által, úgy formálódott át ő is. Teljesen elvitték a hullámok azt az indulatot belőle. Csodálatos volt látni. Azt történt, hogy amit Jézus mondott, hogy lehetek ravaszok, mint a kígyók, szédek, mint a galambok. Ez persze az ember nem érti, hogy most mit mond ilyet, hogy legyünk ravaszok. Ő arról beszél, hogy ha lélekben járunk, akkor mi fog történni? Hát az történt, hogy hát én is úgy már feladtam, mondom Istenem, én nem akarok mindenképp hozzászólni, de hát legyen meg a te akaratod. És akkor az igazi intenzív beszélgetés az úgy történt, hogy hát én oda mentem, ahol ő volt. Ő ugye a halászatban volt, a horgászatban volt. Nekem is van némi tapasztalatom a horgászatban. Elkezdtünk arról beszélgetni, fel is hoztam a barátomat, aki hozzáértőbb, jobban ért, ugye a halász, voltunk a Deltában néhány alkalommal. Fizikálisan is halásztunk, ugye hagyományos értelemben is halásztunk, és akkor így beszélgettem neki, erős szemei felcsillantak, az ajtók kinyíltak. És igen, hát persze, mi is forgáztunk tavakon, meg Deltában szoktuk járni, meg innen, és ugye már volt közös téma. És kérdeztem tőle, hogy neki ez a halászat hobbija, vagy mestersége? És azt mondja, hogy hát hobbija, azt mondja, hát megnyugodni szokott jönni halászni, meg kell nyugodni, ugye, innen. És mondom, hogy hát de miért nyugtalan? Miért akar megnyugodni? És azt, hát a mai világ, meg minden, és akkor persze én is együtt érzően rá, persze a mai világ az ilyen, igen, pontosan. Olyan, ami ennek mondott. És aztán egyszer jön a kígyó ravassága, a lehető legjobb értelemben. Mondom neki, hogy az igazság az, hogy neked ez a halászat, ez neked hobbi, de nekem ez a valódi mestersége. És akkor a szemeim még jobban felcsillantak. Ez a mesterségem? És mondom, igen, ez az én mesterségem. És kérdezte, hogy hol szoktunk halászni? És akkor mondtam, hogy hát szoktunk a Deltában is, Belföldön, ott Erdélyben, meg a Deltában, Romániában, de külföldön is szoktunk halászni. A városban is, városon kívül is. És akkor ő már kezdte gyanítani, hogy itten valami másról van szó, mondom. Az utcán is szoktunk halászni, igen. Akkor nézett, kiegyenesedtek a szemét. Az utcán is szoktam halászni, és akkor kedvesen mondta, hogy mosolyogva, hogy az igazság az, hogy én ezt most átvitt értelemben mondom. Mondom, biztos hallotta az evangéliumból, hogy Jézus Pétert és testvérét, Barnabás, ugye, vagy András,
emberhalászá tette őket. És olyan kedvesen derűs arccal elmondtam neki, hogy hát így lettem én is halász, Istennek az akaratából, nincsen semmiféle vallásom, nem tartozok semmilyen felekezethez, nem is szeretnék alapítani semmilyen felekezetet. De viszont az ember halászatban, mint ahogy Jézus mondta, örömömet lelem, szép dolgok történnek, Istennek a dicsősége megmutatkozik alkalmanként, szabadulás által, vigasztalás által, bátorítás által, evangélium által, gyógyulás által. És ezt neki elmondtam, és látta az, hogy te, ez tényleg nem akar engemet meggyőzni, nem akar beállítani engemet sehova, csak elmondja, hogy Isten él. És most persze nem tudnám idézni pontosan, amiket mondtam még, mert lélek állta. Én igen. Közben kiderült, hogy a központon lakik a nénike, hogy kiderült, hogy itt ez a, mondta csak egy ismerős adta oda ezt a nyaralót, és ő bent lakik a központon, és még az volt egy, arra lehetett ráharapni, arra a csalira, szépen rá is haraptál, hogy mondta, hogy nagyon megnyugtató nyugalomból jön ki ide, amíg halászik. És akkor mondtad, hogy ez a halászbot adhat nyugalmat addig, amíg itt van, de vissza kell menni a központra. És akkor az arcáról látszott a döbbenet, hogy kezd megbotránkozni. Akkor nézte, hogy még ki is mondta, hogy igen, hogy vissza kell menjen a központra. Igen, és akkor úgy a lélek szólított, hogy végeztünk, nagyjából le van zárva a téma. Volt egy néhány záró gondolat. Elmondtuk, hogy Isten él, Jézus Krisztus az ő kijelentése, ha hozzá fordul, akkor lesz neki olyan békéje, ami béke a horgászbot mellett, de a horgászbot nélkül is. A Balaton partján, de a központon is. És a hölgynek az arca úgy átalakult, az a merevség úgy eltűnt róla, mosolygott, és látszott rajta, hogy ő befogadta az evangéliumot a szívébe. Elgondolkodott rajta, és Isten él, ugye? Ő élő Isten, és bizonságot fog tenni még az ő neve mellett, az ő kijelentése mellett. Tehát nem az a mi dolgunk, hogy akkor most lépésről lépésre őt el ráncigáljuk minden megértésre, minden megtérésre, hanem azt, amit el kellett ott végezni, azt elvégeztük. És még egyszer megköszöntük a kedvességét, hogy szólt nekünk, hogy megbüntethetnek minket ott, ahova parkoltunk. És emlékeztettük arra, hogy Isten él, tehát bármikor hozzászólhat. Igazi békét kínál a horgászbot mellett, de a horgászbot nélkül is. És azzal elbúcsúztunk tőle. Akkora mosolyjal mondta, hogy megköszöntet, hogy figyelmeztetett. Olyan mosolyjal mondta, olyan őszinte, tényleg őszinte mosolyjal. Hát én csak jót akartam. Tényleg jó lett belőle. Annak ellenére, hogy tényleg indulatosan jött oda, hogy most mit tudom, elzavarjuk a halait, vagy elvisszük a jó kedvét, de tényleg jó lett belőle. Tehát Istennek az útjai kifürkészhetetlenek, szó szerint fogalmunk sincs róla, hogy ő hogyan gondolkodik, hogy ő mit akar. Ezért, ugye, ahogy Jézus is tette, ugye ő a példaképünk. Azt mondja Pál róla, hogy amikor ő Istennel egyenlő vala, az ő teljes dicsőségében, az ő minden erejével felvértezve, megüresíti magát, szolgai formát vévén föl, engedelmes lévén a haláláig, a keresztvának haláláig, megüresíti magát. Nekem ebből a jelenetből így, ahogy meséltétek, a lelki szemeim előtt az pörgött le, mikor hullámzik a tenger. Ezt lehet érteni ugye globálisan is, világszinten, lehet értelmezni személy egyéni szinten. Akiben viszont él a Krisztus, abban nincsenek hullámok. Sima a tükör. Tükör. A víz sima. És tudjuk az Istennek a dicsőségét tükrözni emberek fele. És mikor oda megyek egy emberhez, akiben hullámoznak a tengerek, a kusza gondolatok, a teljes káosz, a
az életben felhalmozott bűnöknek a súlya. Következménye. És odamész, mint Krisztus szolgája. Barátja. Barátja. Oda megy a Krisztus. Telve kegyelemmel és irgalommal, akkor parancsolsz a másiknak, hogy a hullámok megszűnjenek vergődni, és ő is egy nyugalmi állapotba kerül, és ahogy mondja, hogyha mentek el egy házba, mondjátok azt, hogy békesség nektek, és hogyha békesség fiai, akkor a ti békességetek megnyugszik, és már befogadóképesek ők. És ez történt, hogy ő benne hullámoztak a világ dolgai, te oda mentél, kegyelemmel, irgalommal. Ő meg elfogadta, és tudtál az evangéliumról beszélgetni. És tükör sima lett a víz, és abban a tükörben ő megláthatta ő magát is, hogyha akarta. És? Amit mondott Péter, Uram, parancsold nekem, hogy én is járhassak, hogy bennem is legyen az én életem tengere nyugodt, hullámoktól mentes. És Jézus akarja mindenkinél, hogy az élete telve legyen békével, nyugalommal, és az ő élő vizek forrásával. Igen, tehát ez az örömhír, ez egy ingyenesen felkínált lehetőség az irgalom atyától. Nem tudnák megfizetni, mert hogyha amiből meg akarnám fizetni én Istent ezért, az is az övé, tehát nem tudom megfizetni, ezért ajándékba adja az ő kegyelmét, ajándékba adta Krisztusnak a beszédét, az ő szeretetét, az ő tanításait, az ő gyógyításait, és az ő vérét, drága barátom. Ajándékba, kegyelemből, szerelemből adta nekünk az ő vérét, hogy nekünk, akik meghaltunk, lélekben eltávolodtunk Istentől, a saját fejünk, agyunk után mentünk, új életünk legyen, és újból megtapasztalsuk a gondtalan gyermekkor örömét, életünk végéig, egész pontosan az örökké valóságig. Így van. Én még az előbb, amikor Tika egy őszinte vallomást tett, hogy miért nem ment bele a vízbe, nekem is az volt a testi gondolkodás, hogy jaj, bemenyek, vizes leszek, és majd vizesen bekerüljek az autóba, és az autóülése vizes lesz. Hát ott rohadjon meg az ülés, ahol van. Autóval együtt a rozsda ugye el is viszi. Tényleg ez, mi az emberekben ez a tárgyak utáni túlzott tisztelet, meg jaj, hogy így, meg úgy, jaj, nehogy megsírjön, nehogy megkarcolódjon, nehogy megrepedj, benne tartsa a lelket, ott rohadjon meg. Veszélyes kijelentés, hogy Dika mondja, hogy benne tartjuk a lelkünket. Nem a mennyben tartjuk a lelkünket, nem a szabadságban tartjuk a lelkünket, hanem a rozsdában, a halálban, menjen vissza a föld felé a lelkünk, a pokol felé, a seol felé vagy a lelkünk. Zárójelben mi csak annyit megjegyzek, mert most már kezdtek nyugovót fújni a madarak, hogy amikor kijöttünk ide a lengőágyra, ide beleültünk a kis lengőágyba, hogy elmondjuk ezt a szép, dicsőséges napot, elmeséljük, akkor az égen felhők voltak. Megint boros idő volt, és ahogy elkezdtük ezt a felvételt elkészíteni, a felhők szétcsúsztak, és a nap előjött. De most, hogy így felnézek az égre, megint csukódnak össze a felhők, úgyhogy ideje befejezni, úgyhogy örülünk, hogy velünk voltatok, és annak még jobban örülünk majd, hogyha Istennel lesztek, hogyha még nem vagytok. Az Úr Isten kegyelme, és a feltámadt Krisztus Jézus szeretete legyen veletek. Isten áldjon, sziasztok! Sziasztok! Isten áldjon titeket, sziasztok!